Az Egyesült Államok hírszerzése által lehallgatott kommunikáció szerint már orosz illetékesek is úgy vélik, hogy terrorakció okozta a Sármelsejkből Szentpétervára tartó repülőgép tragédiáját. Ezt jelentette a Reuters hírügynökség. A kormányzati források továbbá azt állítják, hogy sem az orosz, sem az egyiptomi hatóságok nem fogadták el az FBI által felajánlott segítséget az ügy felderítésére. Korábban több nyugati kormány is azt valószínűsítette, hogy merénylet okozta az orosz gép tragédiáját. Számos ország ezért felfüggesztette a Sármelsegbe irányuló légi forgalmát. Egyiptom és Oroszország viszont hivatalosan még nem erősítette meg, hogy pokolgépes támadás miatt zuhant volna le az orosz repülőgép, annak ellenére, hogy az iszlám állam magára vállalta az állítólagos merénylet elkövetését, azt hangoztatva, hogy megtorlás volt Oroszország szíriai beavatkozásáért. Ettől függetlenül Moszkva a múlt héten felfüggesztette a Sármelsejk tartó menetrend szerinti járatokat, és külön légi hídon vitte haza a Vörös-tenger partján fekvő üdülőhelyről ott rekett állampolgárait.